Orgona játékot hallgathatott délelőtt a Felsővárosi Általános Iskola diáksága a Szent Sebestyén templomban. A gyerekek megtöltötték a padsorokat. Szent Sebestyén naphoz közeledve már hagyomány, hogy a gyerekek ellátogatnak a felsővárosi templomba, majd körbeölelik azt, így kifejezve a város egyik legrégebbi hagyománya iránti elkötelezettségüket. Nem történt ez máshogy péntek délelőtt sem. A felsővárosi iskola közel 400 diákja ölelte körbe a templomot. Nagyon fontos, hogy az ifjúságnak tápláljuk a lelkében azt, hogy hova tartozunk, milyen fogadalmak, milyen kötöttségek, milyen kötelezettségeink vannak több száz évre visszamenőleg, és hogyha ezt egy kicsit is el tudjuk ültetni a lelkekben, egy kicsit is el tudjuk a gyermekek elméjében ültetni, akkor én azt gondolom, hogy majd a jövő generációjának ő egy megfelelő hitat tudnak képezni. A templom fogadalmi napjáról és Szent Sebestyénről a gyerekek nem csak templomüleléssel, tematikus nappal is megemlékeznek évről évre. A jeles nap közelettével minden tanórán foglalkoznak valamilyen módon a keresztény vértanú életével. A Szent Sebestyén templom fogadalmi napját január 20-án szombaton tartják majd a híveknek. 10 órától Spány Antal megyés püspök a város papságával tartott szentmisében emlékezik meg az elődök fogadalmáról. Ezt megelőzően pedig 9 óra 40-től a Primavera kórus ad az ünnep tiszteletére koncertet. A mise után pedig az esemény résztvevőit forró teával és fánkkal vendégeli meg a Fehérvári Polgárok Egyesülete a templom előtti téren.